Vértócsák a holttest körül, az útszélén árválkodó félpár cipő, behorpadt kamion. Ezek a felvételek az M6-os autópálya felüljárójánál történt balesetnél készültek Paksnál. Itt egy már az úttesten fekvő embert gázolt el egy tehergépkocsi. A férfi valószínűleg már nem élt, amikor a kamionos áthajtott rajta. Igen, nem megszokott esemény történt az M6-os autópályán Paks közelében. A 111-es kilométer fölött lévő felüljáróról egy férfi az úttestre zuhant, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Az esettel kapcsolatban a paksi rendőrkapitányságon folytatnak közigazgatási hatósági eljárást a férfi rendkívüli halálának ügyében. Úgy tudjuk, hogy a 23 éves pszichiátriai problémákkal is küzdő férfi öngyilkos lett. Azért vetette magát a mélybe, mert előző nap szakított a barátnőjével. A fiú a szakítást követően küldött egy üzenetet a lánynak, hogy mit tervez, majd az elhatározást tett követte. Értesüléseink szerint a férfi összetűzésbe keveredett már a rendőrséggel is, korábban kábítószer miatt, és fiatal kora ellenére félrecsúszott az élete, ezért nem látott problémáira más megoldást. Az autópályán egyébként nem ez az első eset, hogy valaki a felüljáróról leugorjon. Korábban épp egy rendőr lett itt öngyilkos. Az utóbbi időben több fiatal vetett véget életének önkezőleg Tolna megyében, értesült televíziónk. Az, hogy valaki öngyilkos lesz, nem az életkortól függ. Egészen fiatal korban, sőt még gyermekkorban is előfordul, mondja Kitanics Márk, pszichológus. Az öngyilkosságnak számtalan oka lehet, például egy elhúzódó fájdalmakkal járó betegség vagy drog probléma. Alkoholizmus, drogfogyasztás, emellett bármilyen pszichiátriai kórkép is lehet a háttérben, egy egzisztenciális szorongás, egzisztenciális probléma. Minden esetre valami olyan háttér van, ami miatt beszűkül az embernek a gondolkodásmódja, beszűkül a figyelmi funkciója, nem tud megfelelő, adekvát stratégiát kidolgozni arra vonatkozóan, hogy hogyan élje túl, és ezért azt gondolja, hogy így vett véget az életének. Az, hogy ki hogyan vett véget az életének, a nemünktől is függ. A nők kevésbé drasztikus módszereket választanak általában. Az Európai Unió Statisztikai Hivatalának 2015-ös adatai szerint egyébként Magyarországon követik el a harmadik legtöbb öngyilkosságot az Európai Unióban. 100 000 lakosra vetítve 19 öngyilkos jut, az Európai Uniós átlag pedig 11.